Holnap helyezik örök nyugalomra a török Zsolt aradi hegymászót, akit holtan találtak szombaton a fogarasi havasok egyik szakadékában. A 45 éves hegymászó öt nappal ezelőtt indult el a fogarasi havasokba, hogy megmásza a 2535 méter magas negói csúcsot. Török Zsolt az egyik legeredményesebb romániai hegymászó volt. Török Zsolt az egyik legeredményesebb hazai alpinista volt, három évtizedes hegymászói múltja során részt vett számos expedícióban, az ő nevéhez fűződik a hazai hegymászás legnagyobb eredménye, 2013-ban csapatával meghódították a világ 9. legmagasabb hegycsúcsát, a Himalájában fekvő 8125 méter magas Nanga párbetot, mindez oxigénpalack és sárpák segítsége nélkül, ráadásul a legnehezebb útvonalon. 2015 tavaszán a Monteverest megmászására készült, amikor az április 25-i nepáli földrengés által előidézett lavina az alaptáborban hagyott sátrát és teljes felszerelését elsodorta, ezért le kellett mondania a csúcs meghódításáról. Az általa vezetett romániai csapat tavaly októberben feljutott a Monteverest szomszédságában álló 7161 méter magas pomori csúcsra. Augusztus 14-én indult el a fogarasi havasokba, hogy megmászta a 2535 méter magas nególy csúcsot, amelynek egyik szakadékában találták meg holtan, miután több napig nem adott életjelet magáról. Török Zsolt 45 éves volt.